A természetes lak lakfából származik. Levágják a lakfa háncsát, alól kifolyik a falak, amellyel fából készített tárgyakat festenek be. Így készülnek a kínai lakkozott tárgyak. A kínai lakkozott tárgyak készítésének története körülbelül 7000 évre nyúlik vissza. Sok ezer éven át tartó, sokszori korszerűsítésen keresztül a lakművesség nagyon magas színvonalúvá vált Kínában. A legkorábbi laktárgyak olyan fatárgyak voltak, amelyek felületét lakkal befestették. Később porcelánt, bambuszt, bőrt, fémet is lakkozni kezdtek. Több mint 1000 évvel ezelőtt a Tang dinasztiában az öntött iparművészeti laktárgyak készítése nagyon divatos lett. Először fából vagy agyagból öntőformát készítettek. Az öntőformára több rétegben lemvásznot ragasztottak. Az öntés után a formát eltávolították, így csak a ragasztott lemvászon maradt hátra. Az ilyen módon készített laktárgyak könnyűek, de szilárdak lettek. Régen a díszítéshez cinóbert és fenyőhamut kevertek a lakba. Így kapták a vérpiros és az igen sötét fekete színt. Ez a két szín a kínai laktárgyak főszíne. Később tungolajat használva gazdagabb színű festékeket állítottak elő, a laktárgyakra ezekkel rajzoltak szép mintákat. A laktárgyakon egyre gazdagabb témájú faragott minták kezdtek megjelenni. Virágok, madarak, hegyek és vizek, emberek és épületek. Ezen kívül arany és ezüst levelet, illetve kagylót is raktak a laktárgyak felületére. A felhő mintafaragás a kínai lakművészet egyik értékes ága. A lakrétegeket kétszínű lakból festik, hogy minden színű lakréteg bizonyos vastagságú legyen. Utána a késsel 45 fokos szögben hagyományos kínai mintákat faragnak a lakrétegekbe. A faragásnál látszanak a különböző színű lakrétegek. Ez igen látványos, hasonlít az orrszarvú tülkének keresztmetszetéhez. Ez a különleges eljárás csodálatos hatású. Klasszikus és elegáns szépsége nagyon népszerű a gyűjtők közt. A laktárgyak az őskor óta luxus tárgyak. A különleges készítés során a türelem a legnagyobb tehetség, az idő pedig a legnagyobb költség. Nagyon kis laktárgy elkészítése is egy évig tart. A rétegről rétegre lakkozást, az aprólékos faragást ugyanis nem lehet megspórolni.